Az emléktorna mérkőzései szeptember 1-e és 5-e között lesznek megtartva több helyszínen. Kao i do sada, bit ćemo domaćini značajnom broju reprezentativnih selekcija. Ove godine ih se okupilo 6, dakle reprezentacija Amerike, Francuske, Ukrajine, Izraela, Mađarske i naravno Srbije. Utakmice će se odigravati na terenima Bačke, fudbalskog kluba Bačka i Spartak. Naravno i gradovi u okruženju će biti učesnici ovog turnira u organizacionom smislu, dakle Kanjiža, Bačka Topola, Senta, Vrba, sve su to gradovi koji će biti deo, kao što sam rekao, jedne lepe sportske priče. Az első mérkőzést Szerbia és az Amerikai Egyesült Államok játsza szeptember 1-én csütörtökön délután 5 órakor a szabadkai Spartakusz stadionjában. Ja očekujem jedan jak turnir, jake utakmice, naravno da odigramo takmičarski, da svako da od nas 100% na terenu. Ipak tu je jedna Francuska koja je vodeća u našem godištu, tako da očekujem jedan lep test pred kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. A magyarok először pénteken lépnek pályára, 17 órakor Izrael ellen meccselnek Topolyán. A tornát a futball legenda Stevan Vilotić emlékének állítják, aki jelentős eredményeket ért el a fiatal korosztályok edzésében és nevelésében. A döntő szeptember 5-én lesz Szabadkán.